Nyali hó is esti fény mindenkinek. Folytatjuk a God of War-t. Hú, igen, Cocker Spanielke visszatért. Annyi hajam van néha, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Haladjunk tovább a történettel. Itt már az van, ugye, hogy mindent összeszedtem, amit lehetett. Ugyebár, és akkor most fog jönni egy olyan része a történetnek. Röfögést hallok, amikor... Ugyebár egy karakterre fogunk megismerkedni. Fiú, hallom az állatot hangját. Tudtam, hogy van tisztó. Hallom az állatot hangját. És most nem a hónagy kutyádról beszélek. Igen. Hallom azt a cseszett hollót. Hallom azt a cseszett hollót. Lőj, amikor készen állsz. Ne feledd, húzd a melkosodig. A vaddisznó irája vastag. Ha csak az lenne vastag. Left control, mi a fene? F. De hát, eltaláltam, ugye? Azt tettem, amit mondtál, mégis lepattant. Lehet, hogy a disznó mágikus. Te mit gondolsz? Ilyet még sosem tapasztaltam. Akkor eredj utána. És ott látszódnak az izé nyomok is, de durva. Imádom a... Ilyen téren hallom, és majd megőrülök, itt hallom. Hol van? Ilyen innen lehet látni. Kussol! Na. Légy résen. Még több olyan ember? Valami más. Légy résen, ugrik! Trrss! Mindent összetör, atyád! Na nézzük, tak. Van még ajtó, amit be tudok lőni, azt le tudjuk, jó. Ezek... Néhány test olyan, mint azok a halott izé. Hát azt jó megaszontott, halott izé. Így én is tudok beszélni, csak nem akarok. Vagy végülis próbálok. Nem? Következő. Még itt azért már gondolkodni kell a gyűjtetőkre is. Egymással harcoltak. Hármat találhatsz, mit csinálni. Nem, leültek sakkozni. Leültek egymással szembe, átnézték a költségvetést. Csablecsacsival zárták a megbeszélés. Jó, kezdek kicsit ironizálni, azt hiszem. Na szóval, szóval. Semmi nincs. Csak rálátásunk van. Nem jó ötlet. Atreusz, nem! Ó, te gyerek! Igen, itt erre vezetnek a dolgok. Előre megyek! Mióta az? És a disznó is ezt hallja, egy pár méternyire tőle, hogy valami hangrobajlás van, arrébb mozítottak egy kibaszott kőoszlopot, és nem fut el! Zabált tovább! Igen! Ne veszítsd el! Hopp, figyeltétek? A növény beleakadt a késébe, és úgy pattintotta az izét, a kést. A tokjából. És... most következik az, hogy... Találd meg Atreuszt! Merre vagy? Opa, siges! Jobbra. Nem? Atreusz! Itt van. Remélem jó felé jövök. Újonnan nem sütkötültem meg. De elméletileg jó. Atreusz!
Ok. Atreus! Jó, oké, akkor elméletileg még már innentől jó vagyok. Kezeket fel! Nem tudtuk, hogy tartozik valakihez. Nem is, ő a barátom. A fiú az én parancsomat követte. Akkor segíts helyrehozni. Tartsd itt a kezed. Azt mondtam, tartsd, vért veszít. Dr. Kratos, mosakodjon be. Műtétre készülünk. Freya már mosakszik. Csillámporral. Az én hibám. Jobban kellett volna vigyáznom rá. Meg fog halni. Azt nem fogom hagyni. Te, a Neil elvágott belőle egy artériát. Találd meg a két végét és tartsd őket szorosan. Mondom, Dr. Freya render. Kezdjük a bal oldallal. Fogd meg és tartsd. Bal klik. Jobb klik. Jobb oldalt. Tartsd el. Jó. Most húzd őket össze, igazítsd egymáshoz. Hol vagy? Suna Foka. Suna Foka, mi? Itt a picipa. Nem tudom, akik elég idősek, azok tudják, hogy mi a fundaluka, az miből van, micimackóból. Az apacuka szörnyek kb. Ugyanígy beszélnek. Nem halhat meg. Ja, közben elengedhettem a izét. Jó. Stabilnak és nyugodtnak tűnik most. Greta. Greta. Na. Ezt már értem. Erre. Házhoz megy a kaja. Kicsit nagy neked az az éj, nem? Anyám készítette. Azt mondtam, hogy hozzánövök. Soha nem vettelek ebben. God of War-os fudóra. Anyám. Meghalt. A hamvait visszük éppen a csúcsra. A hamvait? Az utolsó kérdése. Fiú. Én sajnálom a veszteséget, ami ért. Jó, viszem már, hát baszki, nem tudok sprintelni, nem, még csípőre is teszi a kezét. Nem benne. Alatta. Emily! Nézd! Semmi. Egy kicsit irányítja a kamera a tekintetemet, sok mindent nem csinálhatok. Így konkrétan, így ennyit enged kb. Fiú. Ígérem, nem veszélyes. Na, hagyd simogassa meg a tokáját, nem? Vagy a függelékeit. Vakárd meg a függelékeit, gyerek. Gyorsan. Jó van, viszem már, nem tudok vele mit csinálni. Így megy, akkor így megy. Rakd a körbe. Ja már, éld, már vizet hány, az igen. Tartsd ott. Olyan különleges, hogy nem gombát, egyet vagy lesz. Nem tudom mit. Hánynak tesztek a patisztok, ez vizet fog. Akár sem szereti az embereket. Fiú. Így van. Fogd erősen, mielőtt kárt tenne magában. Fogd erős, és még látszik, hogy mozog a keze alatt. Kratos az Isten áldjon már, fogd már le rendesen azt a disznót. Friss vörös gyökérnő a ház mögött. Hoznál nekem egy maréknyit? Kék virág, piros tüske, kék virág, piros tüske. Mi a másik? Tudom. Tudom, hogy egy isten vagy. Nem e világ ide, kétség sem fér hozzá, hogy az vagy. A fiú nem tudja, igaz? Hogy mi vagy te. Hogy micsoda ő. Ez nem tartozik rád. E világ istenei nem fogadják szívesen a kívülállókat. Hidd el. Tudom, mit beszélek. Ha megtalálnak, és megfognak, megnehezítik a dolgokat. A fiú válaszokat akar majd. Az az én gondom lesz. Bármit is rejtegetsz, nem védelmezheted őt örökké.
De kurva jó hang szigetel az az ablak, gyerekek. Se üveg nincsen benne, se semmi. Itt üvöltözik majdnem egymással ez a két felnőtt. Atreus semmi nem hal belőle. Egy fehér szirmú virág a kertben. Ilyet én is akarok. És megvan oldva a szigetelés is. Borzas kakuktorma. Na, ki már kiküldött az asszony fűszerét? Mi? Jaj. Asszony kiküldte fűszerét. Figyelj, Atreus, te még jobban jártál. Mert nem kell menned valami bevásárlóközpontba. Nézd ki a sorokat, hogy melyik az, amelyikre gondolt a drága asszony, e? Meg egy I betű van. Itt van-e? Tessék! Nem tudnál játékos, hogy hol van ez a borzaska biallópikula. Itt van-e? Csak a gyillián. Tessék, ennyi. Jó. Na, kezdek túlpürögni a hülyeségen. Na, akkor megyünk Atreusnál. Ezt a nevet majd magyarítani fogom, hogy mi lehet az Atreusnak a... Atreus. Valahogy majd magyarosítom ezt. Talán ez segít. Majd magyarítom, pardon. Elejtettem? Hogy húzta ki a kézt a kezéből? Hát, bonye? Mi van velem? Hát, az én esetemben ennyitől már megvágta volna. Vagy nagyon durva bőrkeményedései vannak Kratosznak. Mostantól jobban vigyázok rá. Tér vissza a boszorkányhoz. Véletlenül megnyomtam az F-et, elnézést. Bel is lőttem egyet. Ó, ahogy láttam, azóta fel is rajzolta a concpókát, amikor már ideig nem így nézett ki az alja. Minden itt van, ami kell. Hogy így nézett ki, csak én nem emlékszem rá. Ha? Előfordulhat. Szóval életben marad? Igen. Akkor mi megyünk is. Várjatok! Köszönet nélkül nem. Milyen köszönetről beszél az asszony? Mi lőttük le? Biztonságot akarsz? Ez a jel elrejt azoktól, akik megnehezítenék az utatokat. Magyarul hagy firkant csak már valamint a nyakadra, he. Egy kis köldít meg, kurva büdös vagy! Ez meg még piszkos is hozzá. Na hát. Luima. Emily. Hát így fogok menni a liftekhez is. Emily. Kövessétek az ösvényt. Majd tartsatok a fény felé. Bemegyek a munkahelyemre. Liftet hívok. Emily. Amikor csak. Hát igen, így jelzi konkrétan a játék, hogy nyugodtan vissza tudunk menni hozzá. De én nem fogok. Nem. Ez a föld alatti átjáró visszavisz benneteket a hegy felé vezető útra. Használjátok a csónakot. Várj, ezt tedd el. Ezzel tájékozódni és navigálni tudsz a világban. Mindig a cég felé vezet. Köszönöm szépen, most már szeretnék menni. Jó. Az igen, jó. Róluk, de az mit csinál? Lidércek. Igen. Lidércek. Vagy ők maguk a lidércek. Már nem emlékszem melyik. Bárcsak megkérdezhetném. Leenged ide minket, Freya.
Jó, bocsánat a spoilerezését, igen, Freya. Itt vannak ezek a... Biztosan ez a... az ő pincéje. Itt tartja azokat a dolgozat, amiket még, majd már nem akar használni. Leenged ide minket, és mi? Itt Kratos. Elkezdünk törni, zúzni. És kifosztani természetesen. Hát mert hogyan lenne másképp? Várjunk, ezt lehet törni egyet. Olyan sötét a kép. Hol vagy? Hát ugye elfelejtettem, hogy van olyan. Még ezt leszedjük. És így elképzelem, Freya lejön, hogy ó, hová tettem azt a széket, amit így két téllel ezelőtt lehoztam ide, majd megjavítom. Kratos lekrezelte a fejszéjével. Na. És akkor egy kis trükk. Nem nehéz? De az. Nem látszik annak. Nem nehéz? Nem. Szerinted? Ja nem. Ó, kellene a láda, amit így tavaly lehoztam ide. Pakolni bele. Kratos le tudja, igen hamar. Hossz szelektálást. Úgy. És akkor úgy Freya tudomásul vesz, hogy hát ezt Kratos már eltörte. Azt mondja, hát úgyis ki akartam dobni végül is. Innen látszik, hogy Freya... Merj a vízhez. Miért? Tudod, mi van a felszín alatt? Nem. Korogfödé. Akkor ne érj a vízhez. Na, ezzel így letudtunk egy dolgot, ami egy idő múlva majd kelleni fog, majd úgyis jövünk még erre vissza. Csak gondoltam, hogy ezt a párbeszédet letudjuk.